1979-ben pont a Renault volt az első, aki turbomotoros autóval nyerni tudott a Forma 1-ben. Aztán jött a 80-as évek, és ezzel olyan autók, mint az R5 Turbo, ami nekem mindközül talán a kedvencem, és erre emlékeztet engem a Renault Megane RS Trophy. Nem egy sleeper, a sok RS logóból, a kockás zászlós lámpából, meg a középre vezetett kidörgőkből bizony látszik, hogy itt baj lesz. A Renault őrültebb fajta mérnökei reszelték a Megane RS-t, ezért elől 60, hátul 45 mm-rel lett szélesebb, hogy beférjenek alá az ilyen semi-slick gumik, meg a hegyes technika. Önmagában 8 kilót spóroltak azzal, hogy ilyen ultrakönnyű 19 szalos felniket használtak, és további 2 kg-ot hoztak azon, hogy alumíniumból készültek a kerékagyak. A futómű hátul maradt csatolt hosszlengőkaros, viszont kiegészítették összkerékkormányzással, az igazán érdekes dolgok a 4 dugattyús Brembo fékek mögött vannak, elől ugyanis függő csapszeges a futómű, ez azt jelenti, hogy a rugós tag az nem fordul, a kerékagy viszont igen. Az Alpine A110-től az Espace-ig mindenfélében használják ezt az 1.8-as turbómotort. A turbó fix lapát geometriájú, viszont könnyebb és simábban futó kerámia bevonatos golyós csapágyakat kapott. Itt a Trophy-ban a legerősebb, itt 300 ló és 400 Nm nyomaték jön ki belőle. Az RS Trophy kicsivel 10 millió forint fölött indul, és a beltér az, ahol látszik, hogy a Megane alapvetően nem egy 10 milliós autó. Nagyjából ez az a szint, ami felett minden jó, és alatta pedig olyan bűnrossz anyagok vannak, mint ez a rémesen kopogós műanyag, vagy a gagyi kapcsolók. Ezeknek a hot hatcheknek az a lényege, hogy mivel ez egy 5 ajtós autó némi csomagtérrel, ezért elmehetünk vele nyaralni, meg bevásárolni, meg egy csomó hétköznapi dolgot csinálhatunk. De hogyha kimegyünk a versenypályára, és elkezdjük neki úgy igazából rúgni, akkor az hatalmas öröm lesz a végén. És az utóbbi az, amire ki van hegyezve a Megane RS, mert hogyha minden nap közlekedünk vele, akkor egy csomó ilyen ergonómiai szerencsétlenség jön ki rajta, mint például az, hogy a tempomatot nem tudták csak ide rendezni, hanem kell gombot nyomogatni itt, meg itt is. Vagy ott van például a váltó, ami egyszerűen katasztrofális, olyan, mintha tejfölös dobozokból öntötték volna újra, valószínűleg legóból jobbat építek. Az egész ilyen akadós, recsegős, szörnyű ilyen műanyagos szakramentum, de még mindig jobb, mint a dupla kuplungos váltója a Renault-nak, mert az egyszerűen csak egy idő után meghal. Ezt meg legalább oda pakolgathatjuk, ahová akarjuk. Kizárólag akkor használható normálisan, hogyha versenypályán kened neki, és izomból teszed be a fokozatokat, vagy rántod át, mert máskülönben tényleg borzalmas élmény. Azt a felhasználást bírja és kéri. A versenypályás felhasználást támogatják ezek a Recaro kagylóülések, meg ez az eszeveszett jó kormány. Nem csak attól jó, mert ilyen vastag és ettől jó fogni, hanem attól, mert nagyon jók az erők rajta, nagyon jó, hogy van rendes ellenállása, és nagyon jó, hogy érezni rajta azt, hogy hogy tapadnak a gumik, hogy mikor sok már neki. Mondjuk azt, hogy mikor sok már neki, azt nagyon hamar megtudjuk, mert olyankor egy kicsit elkönnyül a hátulja, és elkezdi megelőzni az elejét, és olyankor neki még több gáz kell. Bármennyire is hihetetlen, mert az összkerék kormányzás egész egyszerűen ezt kéri, ekkor kezd el dolgozni, ekkor kezd el betapadni, és ettől tud annyira szürreálisan gyorsan kanyarodni, hogy kiesik minden a zsebünkből. A futóműve egyfolytában ennyire feszes és pattogós, viszont sosem üt fel. Elméletben ugyebár ez a függőcsapszeges futómű a torsztér kérdést nagyjából megoldja. Gyakorlatban nem így van, mert amikor az ember ad egy istenes gázt, és a torzen diffi összezár, akkor istentelen mód elkezdi tépni a kormányt, de igazából ez csak hozzátesz a mókához.
vannak a piacon gyorsabb hot hatchek, meg megbízhatóbbak, meg erősebbek is. De én azért szeretem a Meganerest, mert az összkerék kormányzása a legfőképpen 4000 fölött élő motorja miatt ezt nehéz megtanulni. Ehhez valószínűleg hónapok kellenek, mire az ember elégedetten tud lejönni vele a pályáról, hogy igen, most kiautóztam. Nem tökéletes, de mégis az összes ilyen izmos kompakt közül nekem ez kéne a leginkább.